társadalmi kerület a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal jegyzőjének római hét per 23199 kötőjel római hét per 2015 számú határozatát egyúttal megváltoztatva megállapítja, hogy az alperesek azon magatartásukkal, hogy az OTP Bank NRT Oktogon tér 3 szám alatti bank fiókját 2015. május 20. napján a fiók vezető, illetve a szolgálatban lévő biztonsági őr ez irányú kifejezett felhívása ellenére a felhívást követően haladéktalanul nem hagyták el, megsértették a felperesnek a bankfiók zavartalan birtoklására való jogát, és a felperest így birtoklására jog alatt nélkül háborították. A bíróság az elsőrendű alperes tekintetében a Budapest Főváros 6. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal jegyzőjének római 7 per 23199 kötőjel 7 per 2015 számú határozatát egyúttal megváltoztatva megállapítja továbbá, hogy az első és harmadrendű alperesek azon magatartásukkal, hogy az OTP Bank NRT Oktogon tér 3 szám alatti bank fiókja utcai üvegportájának külső felületére 2015. május 20. napján különböző megszövegezéssel ellátott papírlapokat ragasztottak, megsértették a felperesnek a bank fiók zavartalan birtoklására való jogát, és a felperest így birtoklásában jogállap nélkül háborították. Ezt meghaladóan a bíróság a keresetet elutasítja. A bíróság kötelezi az alpereseket, mint egyetemleges kötelezetteket, hogy 15 napon belül fizessenek meg a felperes részére 43.225 forint per költséget. Az ítéletlen fellebbezésnek van helye. Foglaljanak helyet! Első szó az legyen a köszönet szava a társadalom, talán lehet ezt mondani a társadalom józan többségének nevében. Mégpedig azért, mert ugye az alperesi oldalon nyilvánvalóan fennálló hatalmas feszültség és elégedetlenség a bankrendszerrel szemben mégsem agresszióban vagy valami más személy vagy dolog élni erőszakban jutott kifejezésre, hanem ugye rendkívül szimpatikus módon ugye a demonstrálásnak egy igen csekély amplitúdú mozzanatát választották az alperesek, hogy kifejezzék nem tetszésüket. Tehát ez mindenképpen köszönetet érdemel, hiszen ezzel ellentétes tendenciák ugye ütik fel a fejüket mind Magyarországon, mind pedig ugye a világ viszonylatban. Tehát ennyi az alperesi eszköz és cél méltatása. De nem volt ugyanakkor figyelmen kívül hagyható a tételes jogi szabályanyag ennek az ügynek az eldöntése szempontjából, tehát nem szimpátia-antipátia mentén hozott a bíróság ítéletet, illetve a döntést az ügyérdemét illetően. A biztonsági őr, illetőleg a felperesi bankfiók fiók vezetője vagy fiók igazgatója, mind a ketten ugye rendelkezésre jogosultak az bankfiók területét, illetően birtokjogi szempontból. Ez nem volt vitás a felek közt, és így a PP 163. szakasz második bekezdése alapján külön bizonyítás nélkül is a tényállás alapján megállapítható volt, hogy ez a bankfiók, ez a felperes rendelkezése alatt áll. Az teljesége közömbös, hogy tulajdonjog, vagy más birtoklásra jogosító egyéb jogcím, például bérleti jog, vagy leasing szerződés, teljesen mindegy, hogy milyen jogi technika van a háttérben, illetve a jogviszony, a birtoklásra jogosult ő volt. Tehát maga a felperes az OTP Bank NRT. Ezt a birtoklási jogot ott operálja be a helyszínen, hogy a fiókvezető, illetve a biztonsági őr gyakorolja. Az sem volt vitás a felek közt, hogy ugye ez a közforgalom számára nyitva álló üzlethelység, tehát oda idegen, a OTP Bank szempontjából idegen külső harmadik személyek ugye bemehetnek, ez nem is vitás. Ez a joguk, hogy ők belépnek oda azzal, hogy belépnek, kvázi birtokosaival válnak, ugye ennek, ahogy birtokolják a fiók területét, illetőleg azt a helységet. Ez a joguk, hogy ők ott bent tartózkodjanak és birtokjogi szempontból bent maradjanak. Ez a jog, ez addig tart, amíg ezt tőlük meg nem vonják.
A megvonásra, a jobb megvonásra mind a biztonságőr, mind a fiók igazgató jogosult. A jelen esetben ez nem vitásan meg is történt, többször kifejezték, ugye a közel egy órás útlét alatt, hogy hagyják el a bankfiók területét. Ez nyilvánvalóan az első felhívást követően haladéktalanul nem történt meg. Ezzel, hogy a felhívás ellenére bent maradtak, ezzel abban a pillanatban megvalósítják a birtok sértést mindenféle más jogászkodástól függetlenül, tehát nem feladata ott az alpereseknek, hogy jogilag minősítsék az alperes érdekkörében fellépő biztonsági őr, illetve fiókigazgató intézkedésének jogszerűségét. Ez nem az alperesek feladata, nekik nagyon feladatuk, hogy a felhívásnak eleget kell tenni. Ha ez más valamiféle jogokat sérti, az egyenlő bánásmód követelményét, vagy egyéb más jogokat sérti, az esetlegesen más jogági védelemben részesülhet kétségtelen. Tehát, ha ki tudják mutatni, hogy ez a felhívás, ez egy jogalapját illetően alaptalan felhívás volt, ez utána más jogági védelemben részesülhet, a birtokjogi szempontból ez, az ilyen felhívásnak való ellenszegülés az birtoksértés. Márpedig nekünk ugye birtokjogi szempontból kell ezt az ügyet elbírálni, nem egyéb jogági védelem mentén, hiszen a felhívás birtok sértés megállapítása véget indította ezt a per. Ugyanez a lényegében az indokolás maga a első és harmadrendű alperes tekintetében a plakát ragasztásokkal, hiszen ez az üvegportál, ez a bankfiók része, mint ilyen a bank, és mint ilyen a felperes rendelkezése és birtoka alatt áll. Ez ugye egy személyi és egy dolog közötti kapcsolat, ez a birtok jog. Ugye a dolgoknak a személyeket kell szolgálniuk minden esetben. Ezt a szolgálatot a dolog akkor láthatja el a legtökéletesebb formában, hogyha a külső megjelenése olyan, mint amilyenre a rendelkezésre jogosult azt alakította. Ez bárki önhatalmulag bármilyen formában megváltoztatja, lefesti, beragasztja, átrendezi, akármi más módosítást csinál rajta, ami a felperes, tehát a birtoklásra jogosult szempontjából ez hátrányos, akkor már is birtokháborítást követett el, független attól, hogy ez a magatartás is egyéb más számtalan jogági minősítés alá eshetnék. Tehát mondjuk egy falfirkálás az lehet egyúttal rongálás is, tehát büntetőjogi tényállás is lehet kártérítés is, tehát a polgári anyagi jognak egy másik jogterülete is foglalkozik vele, és lehet egyúttal birtokvédelmi szempontból birtoksértés is. Tehát ezeket szépen el kell különítgetni, amikor valaki valamit csinál, hogy ez vajon melyik jogági jogszabály anyag érdeklődésére tartott számot, és vajon ott tényállás vagy sem. Nem kizárt természetesen, hogy egy-egy magatartás akár több jogági érdeklődésére is számot tart, és tényállásszerűvé válik. Mivel a másodrendű tekintetében ugye nem tartotta fenn ezt a fajta tényállási elemet a felperes, ezért jövő szemben a plakátragasztása kapcsolatos tényállásra alapítottam birtoksértést, és nem került megállapításra. A részben elutasító ítélet született, a részben elutasító ítélet indokolása az, hogy a felperesek a birtokháborítás megállapításán túl kereseti kéremet terjesztettek elő, a jövőre nézve szóróan, mégpedig mind három alperes vonatkozásában szerepelt a következő fordulat, tiltsa el a további birtokháborító magatartásoktól. Ennek a fordulatnak a teljesítésére nem volt anyagi jogi alap, ezért ugye körben elutasító ítéleti rendelkezés született. Ennek a rövid indokolása az alábbi, ugye főszabály szerint a birtokos megzavart, elvon birtok viszonyok mentén elsődlegesen a birtokállapot helyreállítását, zavarás esetén pedig a zavarás megszüntetését kérheti, ez a UPTK 5. könyv 7. szakasz 1. bekezdése mondja ki, tehát birtokállapot helyreállítás, vagy zavarás megszüntetés. Figyelemmel arra, hogy ugyan ebben az esetben
az alperesek nem haladéktalanul, tehát már a birtoksértés tényállási keretei közé lépve, de mégiscsak abba hagyták ezt a birtoksértő magatartást, tehát önként felhagytak a birtoksértő magatartással, ezért azt lehet mondani, hogy jelenleg nem áll fenn sem a birtok elvonása, sem pedig a birtok zavarása. A jogszabály csupán az eredeti állapot helyreállításához kapcsolódó járulékos következményként tartalmazza a birtoksértő magatartástól való eltiltást a jövőre nézve szólóan. Jelen esetben itt nem erről volt szó, a bíróság döntését nem is az 5. szakasz 7. bekezdés alapján, vagy 5. könyv 7. szakasz alapján hozta meg, hanem a PP 123. szakasz 1. bekezdés alapján a megállapodási kereset vonatkozó perjogi jogszabályának alapján, hiszen a felperesi jogvédelemhez szükség van az ilyenfajta megállapító ítéletre, hiszen az alpereseknek egyszer is mindenkorra tudniuk kell, hogy ha bár akár társadalmi szinten hasznos is, amit művelnek, vagy nem, ebben a bíróság nem foglalás, de ennek a módja, az eszköze az még mindig nem megfelelő, független attól, hogy nagyon örömteli módon erőszak, agresszió, személy dolog előtti semmiféle pusztító szándék nincs benne, tehát ez nagyon örömteli, de még mindig nem megfelelő, mert ugye birtoksértés tényállásához szolgál. Tehát emiatt a PP 123.1-nek a feltételei fennálltak, ezért a bíróság megállapítási tartalmú kereseti kérelem kapcsán megállapítási tartalmú ítéletet hozott, ehhez viszont az ilyen tartalmú ítélethez a bíróságnak birtoksértő magatartástól eltiltás, mint kitetélnek, ez is nem kapcsolódhat. Tehát ennyiben elutasította a bíróság a felperes kereseti kérelmét. Ez az elutasított rész, ez a fő rész tekintetében egy olyan járulék, amely a perköltség viselés szempontjából jelentőséggel nem bír, ennek önálló pertárgy értéke nincs, ezért a bíróság a perköltség tekintetében a PP 78. szakasz 1. bekezdése alapján rendelkezett akként, hogy az alpereseként egyetemleges kötelezettek a felperesnek az ilyen rendelet szerint áfával növelt összegű 22.225 forintos ügyvédi munkadíjból és a 21.000 forint korábban előtt az illető ügyekből álló perköltségét megfizetni tartóznak. Utalva arra, hogy egy sikertelen keresetlevél lenyújtásához kapcsolódó illetékről a bíróság jogerősen rendelkezett, az egy része a felperes terén maradt 10%-ra, 90%-ra visszatérítésre jogosult adóhatóságtól. Így erről az illeték részről itt a perben ismételten rendelkezni nem kellett. Ennyi a talán nem is annyira rövid szóbeli indokolás, azt akartam talán jobban kívülni a lényegen, mint írásban, meg fogom küldeni természetesen világban mindenkinek. Jó, és a kézbesítéstől számít a 15 napos felvezetési határidő. Köszönöm szépen a megjelenést!